prepara. Sente a melodia. Criminoso perigo. 5-7 de... Nosát, sziasztok srácok, köszöntök mindenkit egy újabb Last Day on Earth videóban, amiben azt tervezem igazából, hogy elmegyünk egy újabb floppy helyszínre, úgyhogy szerintem ebbe a dologba vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy mit kapunk cserébe ezért a floppyért. Hát most a hard protokollt aktiváltam, mert hülye voltam, de nem baj, úgyis aktiválni akartam azt is, és most tölti nekünk le fel az adatokat, a koordinátákat. Meg is találta a következő aktiválás ideje 12 óra múlva lehetséges, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tartogat számunkra az a bizonyos doboz. Nos, hát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon messzire rakta nekem ezt a kis erdőcskét most, és szerintem a benzinem sem lesz elég arra, hogy odáig elutazzam. Ezért valameddig el fogok utazni, azután pedig valószínűleg, hogy futni fogok, ha ez lehetséges, nézzük meg, hogy meddig elég az üzemanyagom a motorba, ugyanis sajnos nem hoztam magammal annyi üzemanyagot, nem számítottam, hogy ilyen messzire kerülök, igen, és hát ki is fogyott az üzemanyag, és nem tudom, hogy most igen, lehetne speedupolni, úgyhogy egy kis reklám múlva jövök vissza. Nos, kacok, vissza is tértem, és be is toltuk a motort a helyszínre. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi vár ránk, mivel ugye nincsen savfürdőm, vagyis acid buff, ezért valószínűleg sima gírládát fogunk kapni, ugyanis úgy tudom, hogy csak az kap fertőzött ládát, akinek megvan ez az acid buff, nekem ez nincs meg, és nem is tervezem egyébként megépíteni, hogyha meg tudnám se, de szerintem felesleges még 12 órát pluszba várni arra, hogy az acid buff feloldja ezt a fertőzöttséget, ugyanis szerintem ugyanaz lesz a ládában, mint egyébként annak, aki kiolvasztja ebben a savfürdőben, úgyhogy én nem tervezem ezt egyenlőre elkészíteni, szerintem felesleges, de ha ti meg tudjátok csinálni, illetve szeretnétek elkészíteni, 2C4 azt a... Úristen, úristen. Na ez igen, na ez igen. Ez nem gyenge sráncok. Meg kell, hogy mondjam, ennek most nagyon örülök, úgyhogy a folytatás az valószínűleg egy raid lesz, berédelünk valakit, ugyanis ezzel már teljesíteni tudom a raiderek kérését, és még hátra lesz egy üzlet a kereskedővel, azután pedig majd valószínűleg lesz róla videó, hogy változott ez a system, ez az egész játékmód benne, úgyhogy azt mindenféleképpen meg fogjuk nézni, utazzunk haza, szeretnék mutatni egy kis újdonságot a bázisomon. Nos kacok, elkészítettem egy trunkot, ami nagyon-nagyon jó dolog, ugyanis 35, igen jól halljátok, 35 item fér bele. És ez számomra nagyon fontos, hogy fejleszem a ládáimat, ugyanis rengeteg ládám van, amivel igazából nem tudok mit kezdeni, már nem is férek tőlük, mert annyi van, tényleg rengeteg van. Úgyhogy, hát ezt ide beledobjuk azért. Úgyhogy igen, ezeket a ládákat fejlesztenem kellene minden trunkra, hogy legyen férőhelyem, mert szinte mindenem tele van, amit látjátok, és hát ez így nekem nagyon-nagyon nem jó. Még lesz két trunkra alapanyagom, azt el fogom készíteni mindenféleképpen, és hát nézzük meg, hogy ez a C4 jó lesz a raideknek, a raidereknek. Biztos vagyok benne, hogy jó lesz egyébként, legalábbis nagyon merem remélni. Úgyhogy nagyon-nagyon várom a kereskedőt, mert már csak, amint látjátok, egy kereskedő hiányzik, és ezt el is lehetne skippelni. De én ezt nem tudom elskippelni, mert nincsen 40 aranyom. Úgyhogy ezt meg fogjuk várni. A napokban úgyis jönni fog a kereskedő. Mai nap már üzleteltem vele egyszer, de hátra jön még a mai nap. Úgyhogy ezt mindenféleképpen megoldjuk valahogy. És még észrevettem egyébként, hogy a kőfalakkal is vigyázni kell most már, mert lerombolják sajnos. Sajnos nekem eltűnt egy kőfalam, azt hiszem, mindjárt meg is nézzük. Úgyhogy lassan fejleszteni kell vasfalra, igen, itt láthatjátok, hogy itt eltűnt egy kőfalam. És úgyhogy azt javaslom, hogyha tudtok fejleszteni, fejlesztetek, vagy rakjatok elé trappeket. Mert most már kell fejleszteni ezeket a dolgokat. Én is megpróbálom minél gyorsabban felfejleszteni. Körbe megyünk még a bázisommal, mert látjátok, hogy mennyi mindent itt elpusztítottak. Ezeket vissza tudjuk szedni, és kapunk belőlük scrap metalt, mert ez egy... Igen, meg két pánylogot fát, ugye, mert ez egy trap volt, amit ott elpusztítottak, és hát
előszeretettel pusztítgatják a bázisunkat ezek a zombik, illetve a bot játékosok is, úgyhogy ezekre nagyon-nagyon figyeljünk oda, és szerintem tényleg lehető leggyorsabban mindig építsétek vissza, amit elpusztítanak, mert úgy lesz kellő védelmetek, hogyha ezt pótoljátok mindig minden körülmények között. Látjátok, hogy ezt is hogy elpusztították. Egyébként jól le van animálva, jól néz ki, hogy itt maradtak a roncsok, a darabkák. Úgyhogy igen, raiderek, hamarosan találkozunk veletek is. Remélem, hogy minél hamarabb, remélem, hogy a holnapi napon. És remélem, hogy ti is várjátok, mert én nagyon várom, hogy milyen lett az új szisztem. Ugye én nem nagyon nézek videósokat, egy-kettőt, de az sem Last Day-ezik, hanem inkább Fortnite-ozik. Az sem magyar, hanem külföldi. Én magyarokat nem nagyon szoktam nézni, hanem külföldi videósokat szoktam nézni. És egyébként direkt nem is nézek Last Day videókat, mert szeretném magam kitapasztalni ezeket a dolgokat, és ezért is várom. Nagyon közben azért futkározok itt a bázisom körül, hogy lássátok, hogy hogy néz ki, mert nagyon-nagyon sok üzenetet kapok róla, hogy milyen a bázisod, Ricsi, és látjátok, hogy itt két bejáratom van. Van itt az egyik, ahol ugye kimegyek a motoromhoz, illetve itt a másik, ahol ki tudok menni a térképre. Igazából tök mindegy, mert mind a két helyen ki tudok menni a térképre, de én ezt így láttam jónak. És hát nem tudom, hogy ezekkel a ládákkal mi legyen, hogy meg tudjam védeni. Ugye itt van 1-2-3 falam és két trap a falak között, illetve a fal előtt, és hát ez kellő védelmet nyújtott eddig, remélem, hogy ezután is kellő védelmet fog nyújtani. Itt láthatjátok az ATV-met, sokan kérdezitek, hogy az ATV transmission az hol van, az nincs benne a játékban egyenlőre, és hát múltkor rosszul mondtam, mert nekem sincs teljesen kész, mert azt mondtam, hogy az ATV transmission hiányzik, de nem, hanem még hiányzik az engine parts is, úgyhogy arra is még gyúrnom kell, de igazából ezt sem szeretném még annyira úgy fejleszgetni, mert nem valószínű, hogy most jön be a játékba. Úgyhogy csináljuk, ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogyha megnézitek, ha megosztátok. Remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Hé, hey, haver! Igen, hozzád beszélek. Ha tetszett ez a videó, ne felejtsd el lájkolni. Ha segíteni szeretnél, akkor csak oszd meg a videót. És remélem, találkozunk legközelebb is.